Jó reggelt kívánok 2024. július 30-án, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édes atyánk, lassan a középső nyári hónap végéhez érünk. Sok minden volt már eddig is ebben a nyárban. Érezhetjük azt is, Urunk, hogy közeledik az ősz, és ezt nem feltétlenül szeretjük, de köszönjük, hogy általad minden körülmények között gyönyörködhetünk, megtalálhatjuk a szépségét minden évszaknak, minden hónapnak és minden napnak. Addurunk, hogy felismerjük ezt, hogy az időnk az ne pusztán csak múljon, hanem teljen, méghozzá beteljen. Kérünk, hogy légy jelen az életünkbe, úgy, hogy az, ha kedves neked, akkor érezhető lehessen a mi számunkra. Hadd lássuk meg a te kézjegyedet, lábnyomodat, nem pusztán csak a természetben, hanem egyéni életünkben is. Így köszönjük a meghallgatott imádságokat, a megtartott életeket, a gyógyulásokat, a szitáló halk szirom csodákat, azokat a csendes csodákat, amelyeken keresztül te üzensz nekünk, hogy jössz, jelen vagy. Ha jónak látod most is te légy közöttünk, Szent Lélek Isten, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszt olvasom, a 10. Zsoltárt. Uram, miért állsz oly távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgükben üldözik a nincstelent, de saját ármánykodásuk veszélyti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az urat. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számon kérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek. Azt hiszi, hogy messze van ítéletet, semmibe veszi ellenségeidet. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Ólálkodik a házak közül, körül titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozótban. Lesi, hogy elragadhassa a nincstelent. Kiveti hálóját, és elragadja a nincstelent. Szétzorzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában, elfelejtett Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Állj elő, Uram! Emeld föl kezedet, Istenem! Ne feledkezz meg a nincstelenekről! Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számon kérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek az országból. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted a szívüket, feléjük fordított füledet. Véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. Eddig a felolvasott ige szakasz. Azt gondolom, egy olyan témával foglalkozik a Zsoltáros, ami előbb vagy utóbb minden ember számára kérdésként felmerül. Ez körülbelül úgy lehet összefoglalni, hogy miért engedi Isten, hogy az istentelen bűnösök boldoguljanak, gazdagodjanak, kövér kocsikon járjanak, nagy házakat vegyenek, és úgy tűnik, hogy Isten mindezt hagyja, sőt, engedi, és úgy tűnik, mintha a bűnösöknek az útja az szimpatikusabb lenne. Kezdjük ezzel az először, hogy kik a bűnösök. Hiszen, hogyha most őszinték akarunk lenni, akkor a Szentírás alapján mindnyájan bűnösök vagyunk. Itt most kifejezetten azokról beszél a Zsoltáros, akik istentelen életet élnek, akiknek nem kell az Isten. Akik úgy élik a hétköznapokat, hogy hát, Isten csak egy szakállas öreg úr valahol fent a mennybe, vagy akárhol, ha egyáltalán létezik, és úgysem kéri számon a dolgokat. Hiszen ha megnézzük a világnak a folyását, hát ezek a keresztények mióta várják már, hogy majd visszajön az Úr Jézus. Már 2000 éve azt várják, hogy visszajön. Visszajött már az Úr Jézus? Nem jött meg még vissza. Ugyanakkor az egyik magyarázó szerint, amikor Isten úgymond békén hagyja az embert, tehát engedi, hogy bármit csak úgy megtörténjen vele, akár a gazdagodás is,
Tehát amikor békén hagyja az Isten az embert, az alapvetően az átoknak a jelképe. Amikor már nem szól az Isten, vagy még nem szól az Isten, amikor megenged, mint egy bármit, akkor ez valójában azt jelenti, hogy nem elrejtőzött, hanem az embert benne hagyta a nyomorúságába. És mi is feltesszük a kérdést, hogy nem lenne könnyebb úgy élni? Én is megtehetném azt, hogy nem fizetem be az áfát, vagy nem kérek számlát valamiről, vagy kielvezem a szexuális örömöket, vagy elkezdek könyökölni, hogy lenyomjak a másikat, én legyek az első, és az egómat hízlaljam. Az emberben ez van benne alapból. Sajnos a bűneset óta úgy születünk, hogy ott van bennünk ez az egoizmus. Elmondtam már többször azt a történetet, amit Szondi Lipót írt le. Talán tudjátok, Miskolcon van egy Szondi telep, nem túl jó hírű környék, de Szondi Lipót egy elég neves pszichológus, gyermekpszichológus volt, és ő írta le azt, amikor megszületik a kisgyermeknek a testvére. A 3-4 éves kisgyermeknek megszületik a testvére, és amikor hazaviszik a kis babát, akkor mindenki babusgatja, dédelgeti, és aztán nem sok időre, de úgy adódik, hogy ez a nagytesó, úgymond a 3-4 éves, a nagymama és a csecsemő együtt maradnak a szobában. És kimegy ez a 3-4 éves gyermek, behoz egy kalapácsot, és rámutat a csecsemőre, azt mondva a nagymamának, hogy üsd agyon. Ennyire mélyen ott van bennünk már gyermekkorunktól az eredendő bűn. Nem lehet azt mondani, hogy bárki is bűntelen vagy ártatlan lenne. Ugyanakkor, hogy mennyire engedjük ezt kiteljesedni, az egy másik kérdés. Hiszen azért adta a törvényeket, azért adta a korlátokat Isten, hogy a szakadék szélén megmentsen. Megtehetem azt, hogy átugrom a korlátot, csak utána ne csodálkozzak rajta, hogyha összetöröm saját magamat. Ideig, óráig úgy tűnik, hogy a bűnösök boldogulnak, de azért, mert Isten valamit megenged, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne számon kérés. Amikor azt látjuk, hogy az istentelen emberek boldogulnak, és látszólag jobb soruk van, akkor ne felejtsük el sose, hogy lesz számon kérés. És Isten tudja, hogy mi történik. Itt azt olvassuk ebben az igében, az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Olyan tudunk-e ilyen alázatosak lenni? Csendben végezni a munkát, mindaddig, amíg az Úr azt jónak látja. Talán emlékszünk még Mordokajra, az Eszter könyvéből, aki megmentette a királynak az életét, és semmilyen jutalmat nem kapott érte. Egészen odáig, amikor éjszaka a király nem tud aludni, és felolvassák a nevezetes történeteknek, vagy eseményeknek a könyvét, és benne van az, hogy Mordokaj megmentette a király életét. És aztán a jogára, az igazságára fény derül. Előbb vagy utóbb fény derül mindenkinek a jogára és alázatos munkájára, mert lesz elszámoltatás. Istennél is mindent tud. Még egy igeverset hadd emeljek ki belőle, ami őszintén szólva itt a felolvasás során világosodott, vagy emelkedett ki nekem a többi közül, a 14. vers. Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Isten kezébe tartja a dolgokat. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy nem. A vészt és a bánatot is. Ő tud annak is korlátot szabni. Merjük hát rábízni az életünket, mert az utolsó példa, amit idehozok, az Jézus Krisztus. Sikeres ember volt? Gazdag volt? Aligha. Hogy sikeres volt, kérdés, mit tekintünk sikernek. De mégis Isten megengedte, hogy egy csomó minden rossz történjen vele. Annak ellenére, hogy a kortársainak nagy része nem ismerte fel. Voltak, akik kigúnyolták. Voltak, akik leköbdösték, megostorozták, végül keresztre feszítettük az Isten fiát. De harmadnapra feltámadt. Akkor is ott úgy tűnt, hogy elveszett minden. Talán a mi életünkben is van ilyen, amikor azt látjuk, hogy az istentelenek boldogulnak, aztán, ha a bőrükbe bújnánk, kiderülne, hogy az a boldogság... Ki az, aki úgymond porszívózott már medencét? Tehát medencetakarítást csináltam már. Tessé? Nem csinált még senki. Akkor le kell vinni a létrát az iskolába, mert jönnek a műfűvesek csinálni az oszlopokat. És azt kérték, hogy egy létrát adjunk kölcsön, tehát a torony alul ki kell hozni a kettes létrát, aminek a harmadik tagja itt van, és gyanítom, hogy ez kézi készülék
lesétálni vele az iskolába.